estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. Hát az alvajárás és alvás zavarok a kék színt vonzák magukhoz, hát igyekeztem hozzáöltözni. Kis és sportosan is, mert ha járukálunk, ahhoz ugye, akkor vegyünk sportrucit föl. De úgy gondolom, hogy ez az alvajárás témakör is megoldható, ha ismerjük a germán gyógytudomány alaptörvényeit, és azt megfelelőképpen értelmezzük és alkalmazzuk, ugyanígy az alvászavarokra is vonatkozik. Előbb az alvajárással kezdtem foglalkozni, aztán rájöttem, hogy jó lenne az alvászavarokat is beletenni, mert a dolgok azért összefüggnek egymással, és akkor beszéljük meg a két témát együttesen, hiszen összefüggnek. Nos, a kezdet kezdetén azért jó lenne tisztázzuk, hogy attól betegszünk meg, amit a fizikai világ ártalmai tesznek velünk, mert ezek az ártalmak, ezek azért számottevőek. Toxikus világban élünk, ezzel mindenki tisztában van, nem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, hogy mivel mérgeznek minket, vagy mi magunkat önként, és a balesetek is ebbe a tárgykörbe tartoznak, hogy fizikai tényezők. Ez az én felosztásom, úgyhogy elnézést, ha valakinek nem tetszik. Biológiai konfliktusok, vagyis azok a stresszre adott, váratlan eseményekre adott válaszaink, amelyek érzelmi alapúak. És ezek az érzelmi alapú válaszok mindig szervi válaszokat is fognak hozni, ezzel foglalkozik a germán gyógytudomány valójában. És vannak az önsorsrontó hiedelmeink, amelyek a legdurvábban képesek meghatározni, hogy hogyan betegszem meg, mert ameddig nem vagyok hajlandó változtatni azon, ahogy önmagamra és a világra tekintek, vagy gondolok, vagy viszonyulok, amíg vannak bizonyos tanult ismeretek, amelyekről nem vagyok hajlandó meggyőződni, hogy imitamot tévesek, a tévhitek, a tabuk, a titkok, ezek mind-mind hozzásegítenek minket ahhoz, hogy megbetegedjünk, és azok is maradjunk. És azok is maradjunk. Tehát ez a három tényező az, ami a betegségeinket képes kiváltani, persze ez mind a három egyszerre jelen van az életünkben, úgyhogy ezért jó, ha be tudjuk osztani, hogy milyen szempontok szerint kéne megvizsgálnunk mindazt, ami minket érint. Nos, a következő fólián pedig felsorolom, hogy mi nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. Ugye, ha valaki nem táplálkozik rendesen, akkor az megbetegszik, vagy egy oldalon táplálkozik, az is megbetegszik, tehát itt valójában a táplálkozáson kell változtatni csupán, és ezek a hiánybetegségek megoldódnak. A mérgezések a gombamérgezéstől a kemoterápiáig szintén a germán gyógytudomány tárgykörén kívül állnak, ugyanígy a balesetek is, viszont a balesetek következményei által megélt konfliktusok, azok már ide tartoznak. Volt olyan úriember nálam, aki 19-20 éve szenvedett el egy közúti balesetet, és azóta is még mindig ott megakadt a lemezjátszónak ő, és egy csomó felesleges programot indított el, biológiai programot. Hát a műhibák által okozott egészségkárosodások egyértelműek, tehát az orvosi beavatkozásokról van szó. A sugárzások azok, a sugarak nem a biológia tárgykörébe számítanak. Tehát vannak olyan helyek, olyan háttérsugárzás van, ami megbetegít, és hát az atomrobbantások és a különböző atomerőművekben történt balesetek is ugye tudnak a környezetre megfelelő hatást végezni, ezzel mindenki tisztában van. Az egyéb környezeti tényezők pedig azért kerültek ide, mert hát a háttérhatalomnak igen gazdag a képzeletvilága és az ötlettára, és vannak olyan
környezeti tényezők, amelyekről nem is tudunk, de léteznek, és ezek is képesek minket megbetegíteni, most nem ezekkel fogok foglalkozni. A germán gyógytudomány Hammer doktor szavaival orvosoknak és betegeknek való, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát mindenki föl fogja fedezni, hogy a germán gyógytudomány egy csodálatos, logikus rendszer. De azzal, hogy megértettem a 5 természettörvényt, hogy még a külön programokba is belemegyek, megtanulhatom ezt a táblázatot kívülről, attól még nem fogok meggyógyulni, mert a józanész mellett szükségünk van a szívünkre, és azt abból fogjuk megérteni, ha az első természettörvényt komolyan vesszük. Mert itt az érzelmek, mégpedig a negatív érzelem, a félelem lesz az, ami minket megbetegít. Ha valakit valamilyen nagy öröm ér, fogadjuk, hogy abban nem fog belebetegedni. Így van? De ha egy félelem éri váratlanul, meglepetésszerűen, mint derült égből a villámcsapás, és ezt mind magányosan éli meg, akkor legyünk nyugodtak, hogy ez a három tényező képes az agy közvetítésével szervi elváltozást elindítani. Miért? Azért, mert benne maradunk a konfliktusban. Itt van a legnagyobb probléma. Ha lezárnánk a mai napunkat is békével, vagyis megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával, hogy értsük, hogy mi az, hogy érzelmileg, ezt így le tudjuk zárni, akkor a mai nap konfliktusai a holnapi nap már nem fognak biológiai programot fenntartani. Elindítok én minden ilyen váratlan eseményben egy biológiai programot, de aki hajlandó egyszer időt szánni egy tanfolyamra, az megtanulja 2 perc alatt lezárni a konfliktusát. Tehát miről szól a történet? Mindenkit fog érni az életben, ezután is váratlan, félelemmel teli esemény. A médiák gondoskodnak róla, hogy mindennapi félelem adagunkat ma is megkapjuk. Hát már aki nézi őket, meg aki foglalkozik még, a drága idejét azzal tölti, hogy televíziót néz, meg rádiót hallgat, ne csodálkozom, hogy magas a vérnyomása, mert félelemben él. Szóval, persze tájékozott akarok lenni, de minek? Miért akarok én tájékozott lenni? Mert félek, hogy tudnom kell, hogy mi történik. Szóval, ennyit a televízióról, 27 éve nincsen televízióm, és nem is lesz. Több helyen rácsodálkoztak, hogy mi ez. Igen, kérem szépen, a televízió előtt eltöltött órákat én tanulással töltöm, ezért tartok ott, ahol tartok. A váratlan, meglepetésszerű dolgokra sincs se védelem, se biztosítás. És az, hogy magányosan elszigetelten élem meg, ez már tőlem függő történet. Hammer doktor mondja, ha az ember a fájdalmát, a szomorúságát megosztja valakivel, akkor már csak 50%-ban érinti őt meg, mert a megosztott fájdalom már csak 50%-ban marad meg. Megmarad, de nem olyan erősen. A lényeg az tehát, hogy kilépjünk minden este a konfliktusainkból, zárjuk le békével a napjainkat, lehetőleg hálával, és akkor nem fog tartósan elindulni bennünk egy értelmes biológiai különprogram. Ez az EBK azt jelenti, hogy értelmes biológiai különprogram indul el, mert mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik. Nem ismeretlen, nem rossz indulatú, nem gyógyíthatatlan. A nagy probléma viszont az, hogy itt vannak ezek a csodálatos sinek. Most ezek lesznek azok, amelyek gondoskodnak arról, hogy hosszú távon betegek is maradjunk. És ez nem ellenünk történik. A teremtő nem szivatásból találta ki a sineket, hanem a biológiai lénynek rögzítenie kell az adott körülmények közt, az adott körülményeket, amiben megél egy félelemmel teli történetet, pontosan azért, hogyha ezek a körülmények ismétlődnek, akkor már is tudja, hogy mi a megoldás, és meneküljön. A sinekről külön előadás is készült, most ebben nem akarok belemenni, de a lényeg nem az, hogy a sinekkel foglalkozzak. A sinek rámutatnak arra,
Hogy hol és mikor történt a drámai, hirtelen, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, tehát nagyon jók a sínek, mert megmutatják, hogy milyen körülmények közt történt mindez, és segít abban, hogy megtalálja magát a konfliktust. Ennyire egyszerű az egész. Nos, a rák vastörvényéről beszéltünk az előbb, ami ugye Hammer doktor a fiáról, Dirk Hammerről nevezett el, és ezért DHS vagy Dirk Hammer szindróma az a három tényező, ami ezt meghatározta. Viszont nem kéne elfeledni, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én hogyan éltem meg ezt az egészet. És ha megkérdezünk öt férfit, akit kirúgtak a munkahelyéről, hogy na most ettől hogy érzi magát, mind az öt férfinak más is más lesz a válasza. Ugyanígy más lesz a válasza öt nőnek is, akit megkérdezünk, hogy és hogy érted meg azt, hogy bementél a szobába, és ott találtad a párodat egy másik nővel az ágyban. És ez Hammer doktornak a könyvéből származó példa, onnan van minden kifényképezve, mert ugye remélem mindenki tudja, hogy én az előadásaimmal és a működésemmel Hammer doktort képviselem, és nem valami mást. A Hammer doktor mondata itt található a fő oldalon is, mindig elolvashatjuk, hogy orvosoknak és betegeknek szól a germán gyógytudomány, akiknek szívük és józan eszük van, viszont a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, ezt én tettem hozzá, és ma is érkezett levél, hogy segíteni szeretne a beteg párját, de ha a beteg párja nem tartott, hogy egyáltalán az öt természettörvényt fölfogja, hogy egyáltalán fölfogja azt, hogy az, aki szenved, az a biológiai teste mindösszesen, vagyis a teljes lényének a 4%-a. És ahhoz, hogy ezen változtatni tudjon, a szemléletén kéne változtatni. A szemléleten. Amíg nem történik meg a szemléletváltás, addig kérem szépen, okosan fogunk szenvedni a továbbiakban is. Hammer doktor az első természettörvényt, tehát 81-ben írta le, azután, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg, és lett neki ezután egy heredaganata. Ugye 78. december 7-én hal meg a fia Hammer doktornak a karjai között, és már következő év februárjában heredaganata van, és akkori tudásával beleegyezik a műtéti kezelésbe, de se kemó, se sugárkezelést nem vesz fel, bár a kollégák azt mondták, hogy így 1% túlélési esélye sincs. Hammer doktor mégis meggyógyul, igaz, leírja, hogy pokoli fájdalmak következnek, ezt ne feledjük el, hogy a gyógyulás az erről szól. És miután az első természettörvényt leírja, mert visszakerül egy nőgyógyászati rákklinikára, mint belgyógyász főorvos, és leírja az első természettörvényt, utána nem sokkal, mint belgyógyász főorvos, nyilván megfejti a második természettörvényt, aminek a lényeg az, hogy két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, hisz aki tanult már tünettant, és az egészet egy kicsit így messzebbről nézünk rá a tünetekre, akkor tudni fogjuk, hogy vannak hideg és vannak meleg tünetek, vannak olyan tünetek, amelyek azzal járnak, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, vagy ráz a hideg, és vannak olyan helyzetek, amikor kimelegedve érzem magam, lázas vagyok, forró vagyok, meleg a kezem, meleg a lábam. Nos, itt a színek pont azt arra utalnak, hogy látjuk, nyilván a kék a hideg, a piros a meleg tünetekre vonatkozik, mint a csapon a piros meg a kék gomb, hideg-meleg víz. Szóval, amikor megtörtént a váratlan meglepetésszerű esemény az életünkben, a DHS, akkor az azelőtt még teljesen szinkronban levő egyensúlyi állapot felborul. A belső szerveink működését a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer hatása fogja létrehozni ezt az egyensúlyi állapotot. Nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus hatás érvényesül. De amikor megélek egy váratlan eseményt,
akkor a szimpatikus túlsúly miatt, látjuk napokon keresztül, az első legfontosabb tünetünk az lesz, hogy nem tudok aludni. Nyugtalan az álmom. Rémálmaim vannak. Felébredek, nem tudok visszaaludni. Ketyeg a szívem. Emelkedik a pulzus számom. Fokozódik a légzés számom. Hideg a kezem, hideg a lábam. Nincs étvágyam, nem tudok enni, lefogyok. Ezek az általános tünetei a félelemnek, a stressznek, mert amíg én ebbe benne ülök, addig a konfliktus aktív fázist fogom a biológiámmal gyakoroltatni. Tehát a vérnyomásnál is elmondtam, hogy amíg konfliktus aktív fázisban vagyunk, mindig magas lesz a vérnyomásunk, plusz ha van még folyadék konfliktusunk. Illetve még néhány tényezőt ott elmondtam. Mostan ugye arról beszélünk, hogy alvászavarok, meg alvajárás. Ameddig nem zárom le a konfliktusaimat, addig nyugtalan lesz az álmom. És annak függvényében, hogy mi okozza bennem a félelmet, a nyugtalanságot, hát különböző szép dolgokat tudunk álmunkban is megvalósítani. Mert már is szólok, hogy a nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Mind a három ugyanúgy hat, vagyis az agy közvetítésével szervi választ fog elindítani. Ez a lényeg. Nos, amikor megoldódik a konfliktus, KM a konfliktus megoldását jelenti, akkor elindul a megoldást követő fázis, és ennek, amit látjuk, három szakasza van. Az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisban már meleg a kezem, meleg a lábam, jönnek a gyógyulási tünetek valójában. Amikor gyógyulok, akkor futok orvoshoz, mert ugye gyulladás lép fel a szervezetbe, és a rubor tumor calor dolor funkció lézá, ismert jelenségek, mindenki számára élvezhetőek lesznek. Vagyis a gyulladt terület az piros, duzzadt, meleg, fáj, és nem működik rendesen. Magyarra lefordítva. Szóval exudatív fázis azért, mert exudátum, azaz szövet és a sejtek közötti állomány folyadéktartalma fog felszaporodni. Erre nagy szükség van ahhoz, hogy a gyógyulás be tudjon indulni, és mivel minden lélek agyszer szinten zajlik, ennek nyomát az agyban is természetes, hogy látni fogjuk. A megoldás vető fázisnak a nyomát látjuk ebben a relében, illetve ebben a relében külön húzok egy másik nyilat, már amennyire egérrel sikerül nekem rajzolni. Itt azt láthatjuk, hogy a sötétebb folt elkezd kivilágosodni mindkét esetben, mert már az epileptoid krízisben vagyunk, amikor is a legfontosabb az agyi relének a helyretétele és a folyadéktól való megszabadítása. Tehát azok a képek, amit benyilasztam, itt készültek az epileptoid krízis második szakaszában. Ennek az a lényege, hogy megszűnik a fejfájás, mert ugye ha szöveti folyadéknet felszaporodik, duzzadt lesz valami. A koponyánk nem tágul, tehát nyomásfokozódás lesz a koponyában, ami fejfájást fog okozni. Amikor elkezdem a koponyámból a felesleges folyadékot kipisilni, akkor megszűnik a fejfájás. Természetes más tünete is lesznek az epileptoid krízisnek, programtól függően. Itt fogunk például epilepsziás görcsrohamban különböző mozdulatokat elvégezni. Aki megnézte az epilepszia és Dravet-szindrómáról szóló előadást, az tudja, hogy a mozgások itt fokozódnak. És közben, ugye, mi most tegyük fel, hogy alszunk. Meglátjuk, milyen dolgok lesznek. És a végén jön a hegesedési fázis, amikor megint meleg kezem, meleg lábam, már jó a hangulatom, csak iszonyúan fáradt vagyok. Olyan fáradt, hogy nincs erőm leszállni az ágyból. De jó az étvágyam és jó a hangulatom. Nagyon lényeges tudni ezeket a jellemző tüneteket, hogy amikor
Ilyen tünetek megjelennek egy biológiai program lefutása közben, ne essünk kétségbe, és ne tegyünk olyat, ami pontosan, hogy elakasztja a gyógyulási folyamatot. A terápiáról a germán gyógytudományban két előadás is van, tessenek megnézni. Amit nem részleteztem még, az a konfliktus aktív fázisban, most itt kívül fogom bekarikázni, láthatjuk, körkörös energiagyűrűk lesznek kimutathatók a koponya CT-n, mert ez a fantasztikus impulzus, félelem, ez az akciós potenciálnak a frekvenciáját emeli. Erről már beszéltem egy előadásban, aminek az volt a címe, hogy miért nem találom a konfliktusomat. És aki ott volt, az érti, hogy most miről beszélek. Ez a frekvencia emelkedés lesz az, ami az agyi központban ezeket az energiagyűrűket létrehozza, csak hogy tudjuk, hogy miért pont úgy néz ki az, és miért pont így néz ki az. Semmi nem történik véletlenül a biológiánkban, mindennek értelme van, ezért értelmes biológiai külön program az, amiről beszélünk. És amit mi betegségnek nevezünk belőle, pontosan az a rész, amikor elkezdek gyógyulni. Na hát akkor adunk gyógyszert rá, hogy meg ne gyógyuljon a kedves beteg, fenntartjuk a félelmet, hogy vissza kell jönni kontrollba, tehát periódikusan újra meg újra félelemben él, és sose fog meggyógyulni. Hát ez kinek üzlet? Ugye a választ mindenki tudja. Az, hogy mi fog történni a konfliktus aktív és a megoldás követő fázis alatt, azt Hammer doktor 1986-ban írta le a harmadik természettörvényben, és röviddel, szinte egy időben felfedezte a negyedik természettörvényt is. Tehát most meg fogjuk érteni a biológia működésének az alapjait. Biologos élettudományát jelenti, tehát a biológiai testem ugyanúgy működik, mint a nyuszinak, vagy a rókának, vagy a mókusnak a teste, vagy a kutyának, vagy éppenséggel az elefántnak. Tehát mindannyian sejtekből vagyunk felépítve, ebben megegyezhetünk, a növények is sejtekből vannak felépítve, és ezek a sejtek működnek. De hogyan jönnek létre ezek a sejtek? Hát tudjuk mindannyian, hogy egy megtermékenyített petesejtből lett az a szedercsira állapot, ami a petevezeték külső harmadából levándorol a mély üregbe, körülbelül 8-10 napig tart ez a vándorlás, de közben osztódást jön létre, és a szedercsíra állapot azt jelenti, hogy mint egy szeder vagy egy málna azonos bogyókból áll, ez azonos sejtekből álló sejtömeg. Próbálom megfogalmazni, hogy mindenkinek érthető legyen. Na most ez a szedercsíra, vagy ez a málnacsíra, kinek hogy tetszik, bejutott a mély üregbe, és akkor jön egy nagy változás, itt van ez a kép, látható, hogy ezek a sejtek, amelyekből ez áll, átrendeződnek három csíra lemezzé, és ezek a belső itt van sárgával, vagy endoderma, a külső itt van pirossal, vagy ektoderma, és a kettő között narancssárga színnel jelölve a középső csíra lemez, vagy mezoderma. Ezekből a sejtekből, a három csíra lemezből alakul ki minden sejtem, minden szövetem, és ezek egy életen át azt a programot végzik, amire ők be vannak kódolva. Itt van feltüntetve színek szerint, hogy melyik sejtnek hol van az irányító központja, agyi központja. Nincsenek itt kérem szépen ilyen partizán sejtek, akik majd gondolnak egy nagyot, és elutaznak a prostatából, és csontsejté alakulnak. Ez egy teljesen hibás gondolkodás, ilyen a biológiában nem létezik. Ehhez legalább akkora képzeleterő kell, mint ahhoz, hogy innen a falból elmászik egy tégla, felmegy a tetőre, és cserépé alakul. Aki ezt el tudja képzelni, az nyugodtan hihet az áttétekben, mert áttétek kérem szépen nincsenek. Azért vetítem ki ezt a képet újra és újra, hogy lássuk, hogy ezek a nyilak egyirányúak. Visszafele már nem megy. Rendben, egyezünk meg, hogy az egyszer kialakult sejtek egy életen át ugyanazt a dolgot fogják végezni. És ha valakinek több futó programja van, akkor nyilvánvaló, hogy több helyen lesznek kimutatva
sejtszintű átalakulások, mert mit tudunk tenni a túlélésért, hozott anyagból, mint jó suszter. Vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok. Nincs negyedik. Ennyire egyszerű. Ezt csinálja minden élőlény. A cél érdekében. Tehát a konfliktus aktív fázisban tudok sejtet szaporítani, látjuk. Ha az agytörzs vagy a kisagy által vezérelt programokról beszélek, de ezeket a felesleges sejteket le fogjuk bontani a megoldást követő fázisban. És nem a kukába mennek ezek a sejtek, hanem a nyirokrendszer lesz az, ami ezt feldolgozza. Mert a sejt egy értékes forrás ahhoz, hogy annál értékesebb, mint hogy egyszerűen megszabaduljon tőle a szervezetünk, még akkor is, ha már átment bizonyos változásokon. Vannak benne felhasználható részek, és az újrahasznosítást, mondjam úgy a reciklinget, a nyirokrendszer biztosítja számunkra. Tehát, ha valakinek van egy melldaganata, és van nyirokcsomó a hónajában, akkor hol tartunk? Akkor, drága hölgyem, pontosan itt tetszik tartani a megoldás követő fázisban. Vagyis éppen gyógyul. Éppen gyógyul, mert van nyirokcsomója. Ha van egy daganata, kitapintható, érzéketlen, fájdalommentes csomó a mellében, és nincs nyirokcsomó megnagyobbodása, akkor mi a probléma? Akkor vagy azt jelenti, hogy még konfliktus aktív fázisban van, és csak szaporítok, vagy azt jelenti, hogy egy régen lezárt történetnek tapította ki a műemlékét, vagyis az elmeszesedett gócát. És ezt nem kell piszkálni, nem kell szokálni. De ha valaki konfliktus aktív fázisban van, akkor meg tudja mondani talán, hogy aggódik, vagy állandó vitaveszekedés van otthon, vagy éppen elszakadt tőle valaki, akit nagyon szeretett. Nincs negyedik, itt sem. Abban az esetben, ha sejteket sorvasztunk, látjuk, az agyvel és az agykéreg által vezérelt programokban, ezeket a sejteket vissza fogjuk építeni. Teljesen normális. És az agykéreg képes mindösszesen arra, hogy működést gátoljon, fékezzen, majd a megoldásban a működést visszaállítsa. Tehát a világ legegyszerűbb egyenletét mutattam itt be. Remélem mindenkinek egyformán érthető. Ha építettem, lebontom a felesleget, ha sorvasztottam, visszaépítem a hiányzó sejteket, és a működést változtattam, a működést helyrehozom. Ez az orvosi gondolkodásnak az alapja is. És ha innen indulunk, és tudom, hogy melyik sejtem, melyik csiralemezből származik, akkor onnantól már azt is fogom tudni, hogy az illetőnek mi volt a konfliktusa. Miért nem gyógyulok meg? Hát azért, mert el se jutottam a megoldáshoz, mert kitartóan ragaszkodom ahhoz, hogy nekem van igazam. Hát nem, hát de. Akkor ne csodálkozunk azon, hogy valaki folyamatosan mondjuk tud csinálni egy nyaki diszkopátiát, vagyis nyaki porckorongsérlet. Kitartó igazság. Keresés vagy igazságtalanság megélése kell ahhoz, hogy ezt így meg tudjuk csinálni. Függő gyógyulás. Amint látjuk, az élet megoldotta, mert átbillentünk a megoldási fázisba, valami megoldódott, de nincs lezárva érzelmileg, és ezért, mivel a sinek túl gyakran jönnek, ezért újra meg újra elakad a lemezjátszón a tű, vagyis nem tud végigfutni a gyógyulás. És élvezni fogjuk a gyógyulás tüneteit, vagyis a gyulladást, a fájdalmat, az ödémát, és a folyamatos sejt lebontást, vagy a sejt építést, és ennek meg lesznek a következményei. A policiklikus lefolyással a helyzet meg az, hogy itt is megtörtént valamilyen szinten ugye a megoldás, el is jutottunk a program végéig, de újra, meg újra, meg újra elindítjuk, játszd újra szem, ez a mese. Miért? Mert nem zártam le érzelmileg a folyamatot. Úgyhogy nagyon jó lenne egyszer leltározni, hogy milyen félelmeim vannak még mindig. Nagyon jó lenne ezeket a félelmeket tudatosan lezárni, félelem feloldással, ha másképp nem megy. És onnantól kezdve egy új életet kezdeni. Akit érdekel, megnézi
az Újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadást, ami január 5-én hangzott el ebben az évben, 2021-ben, és teljesen ingyenesen megnézhető. A negyedik természettörvény tehát rögtön a harmadik után találja föl Hammer doktor, és mint orvos ugye utána néz, hogy ezek a mikroorganizmusok vagy mikróbák hogyan és miként segítenek nekünk. Mert ugye de jó lenne tudni, hogy a szervezetünkben ott vannak a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Ezek itt vannak bennünk, együtt élünk velük, szimbiózisban. De abban az esetben, amikor én egy agytörzsi vagy egy kisagyi programot indítok, vagyis sejteket szaporítok, még most csak ennyit jegyezünk meg, hogy sejteket szaporítok, akkor a lebontásban kik fognak vajon segíteni? Hát a gombák és a gombabaktériumok, amit TBC baktériumoknak is neveznek. Az ő feladatuk az, hogy a megfelelő sejtszámot helyreállítsák. Az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le, és a szervezetünkben is a felesleges sejteket a gombák és gombabaktériumok fogják lebontani. Ők a segítőink, nem az ellenségeik. Nem ölnek meg minket, a félelmek azok, amik megölnek minket. Meg hát ugye a diagnózisok. Az agyvelő és az agykéreg által elindított biológiai programokban ugye először bontok, és utána kezdek építeni. És amikor elkezdek építeni, akkor jelennek meg a baktériumok és a vírusok. A vírusok meghatározásában most nem akarok belemenni, de tény is való, hogy a vírusok nem igazi élőlények, mert önmaguktól nem tudnak se létezni, se szaporodni. Egy igazi élőlény az önmagától létezik és szaporodik, de hát ebben mostan nem akarok itt elméleti kérdésekbe belemenni. A lényeg az, hogy ezek a kórokozóknak kinevezett segítők, ezek pontosan, hogy azért vannak ott, hogy segítsenek a gyógyulásba, de rámutatok, hogy ő a hibás, tehát akkor kell antibiotikumot adni, hogy őket kinyírjuk. Hát van az a helyzet, és orvosként, akadémikus orvosként is gondolkodva, van az a helyzet, amikor be kell vetni az antibiotikumot. Miért? Mert túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, és ez azt jelenti, hogy túl durva tünetek jelennek itt meg a megoldásban. Igen, van az a helyzet, és pláne, hogyha olyan dolgokról beszélünk, mint kórházi fertőzések, akkor ugye az már nem a germán gyógytudomány tárgyköre, de ott szintén megfelelően, azon a szinten meg kell oldani mindazt, ami ott keletkezett. Tehát csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Lyme-kor és a negyedik természettörvény előadásban a negyedik törvényről részletesebben hallunk, nem csak Louis Pasteurről, hanem Antoine Béchampról is. Az élet él és élni akar, ezt remélem mindenki képes megállapítani, ha kinéz az ablakon, és megnézi a növényeket. Semmi más nem kell, csak figyelni. Megfigyelni, hogy mi történik. Miért küzdenek a bogarak, a madarak, a mókusok, a rókák, a kutyák, a macskák, stb. Minden élőlény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át, és az ember, mint biológiai lény, ugyanezt teszi. Meddig? Ameddig megvan, és csak is a biológiai azonosultsága van meg. Amikor ezen túl tud lépni, akkor is tökéletesen fog működni, mint biológiai lény, betegségek nélkül, csak éppen rájön, hogy mi a fenét keres ezen a bolygón. Szóval én remélem, hogy ha ebben az ötödik természettörvényben meg tudnánk nyugodni, akkor nem létezne pánik a világon. Nem ijednénk meg egy-egy orvosi diagnózistól vagy prognózistól, amikor kimondják, hogy még 3 hónapja van, és régen nem kéne éljen, mert rég lejárt az a határidő, amit az orvosok mondtak neki, mert volt 3 féle daganata plusz egy szklerózis multiplexe. Köszöni szépen, egy szent gyógyszer, kemó sugár nélkül meggyógyult mindenből. Tehát az élet él és élni akar, és ha megengedjük neki, akkor ezt meg is teszi.
Az, hogy megengedjük neki, ez annyit jelent, hogy elengedem a félelmeimet. És a félelem helyett a bizalom fogja az életemet irányítani. A konfliktus típusokról Hamer doktor táblázata alapján tudok beszélni. A sárga oszlopban látjuk az agytörzs által irányított programokat, és ezeket úgy hívjuk, hogy falat konfliktusok. Minden, amit meg kell kapnom, azt a túlélés érdekében, azt a biológián falatként értelmezi. Ezért nevezte Hamer doktor falat konfliktusnak, és tehát nem csak a táplálékfalatról van szó, mert a túléléshez nem csak táplálék, hanem víz, levegő, fény és hang is kell. És melyik az, amivel legrövidebb ideig bírom ki? A levegő. Ha nincs levegő, meghalok. Így van? Tehát a halálfélelem mit fog elindítani biológiailag? A tüdősejteknek a szaporodását, hogy még nagyobb felületen jussak hozzá a levegőhöz. Ennyire egyszerű. Vagyis nem a dohányzás okozza a tüdőrákot, hanem a haláltól való félelem. De ki fél a halált? Csak az, aki mindösszesen biológiai lényként határozza meg magát, aki azonosul a személyigazolványával, a születési adataival, a lakcímkártyájával, a rokonságával, és a többi, és a többi. Ezek biológiai dolgok, ezzel nincsen semmi probléma, csak jó lenne most már ezen túlépni. A legfontosabb itt a magány és egzisztenciális konfliktusnak a megértése és lezárása. Hamer doktor írta, hogy ennek a vesegyűjtő csatorna szindróma megértése és lezárása fontosabb, mint a szívinfarktusnak a megértése. Ugyanis a magány és egzisztenciális konfliktus a vesének a gyűjtőcsatornáiban sejtszaporodást indít el, amitől a víz bent marad a szervezetünkbe, és teli leszünk vízzel. Na tessék akkor megmagyarázni egy súlyos betegnek, mondjuk májbetegnek, akinek a hasa tele van vízzel, hogy aranyszívem, nem kell félned a haláltól, meg nem vagy te egyedül, és a többi, és a többi. Tehát nem akkor kéne megtanulni úszni, amikor fuldoklunk, hanem azt jó lenne előtte megtanulni, hogy ne kerüljünk fuldokló helyzetbe. Azért érdemes a germán gyógytudomány igazságait megismerni idejében, hogy ne éljünk meg olyan súlyos konfliktusokat, amelyek aztán végül frekvenciaváltásra késztetnek, mert a halál az csupán egy kapu. Előtte is léteztünk, és utána is létezni fogunk, de hát ez már túlmutat a germán gyógytudományon. Szóval, amíg magány és egzisztenciális konfliktusaim lesznek, vízvisszatartás lesz, van a veséről két előadás, van a magányról előadás, van külön az ödémákról, vízgyülemről előadás, tessenek megnézni. Tehát ide, most eddig a sárga oszlopról beszéltem idáig. Ami itt van alól, az viszont a sima izom program, a sima izmoknak a konfliktus aktív fázisban mindig elindul a szaporodása, és megoldásban nem történik meg a felesleges sima izmoknak a lebontása. A narancssárga oszlopnak a felső része az, amit az agy, a kisagy vezérelt programokat fogadja magába, tehát a támadási konfliktusok, és akkor itt jön be, hogy vélt vagy valós támadás, vélt vagy valós bemocskoltság, és valós gondozási konfliktus, vagyis túlzásba vitt aggódás, vagy ennek az ellenkezője, az állandó vita veszekedés. Ez mind meldaganatot okoz. Az aggódás, a vita veszekedés, és még hozzájön majd innen a piros oszlopból az elválasztási konfliktus. De a vélt vagy valós támadás azt jelenti, hogy csak félek attól, hogy megtámadnak, amikor befordulok az utcasarkon. Bemocskoltság. Az a problémám, a félelmem, hogy mit mondanak rólam az emberek, mit írtak rólam az újságban, stb. Vagy a Facebookon, vagy Istenem. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, mert az mindig a saját véleménye, és az nem rólam szól, hanem az arról szól, aki ezt elmondja, de hát ezt jó lenne végre megérteni. Emiatt külön programot nem elindítani.
De láthatjuk, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt. Tehát attól a félelemtől senki meg nem támadott, de félek a támadástól. Falat konfliktusnál nem csak táplálékfalatról van szó, hanem mindenről, ami kell a túléléshez. És jön az a program, amit Halmer doktor Luxus Gruppénak nevezett, az pedig az agyvelő által indított programok, vagy fehér állományban levő szürke magvak. Már aki kis anatómiát tud, az érti, de mindezt nem kell szó szerint mindent megérteni itt, kedves hallgatók. Ha felfogjuk azt, hogy az önleértékelés egyenlő önpusztítás, ez pontosan elég, és csak ezzel kell foglalkozni. Nem feltétlenül fontos tudnom azt, hogy ennek hol van az agyi reléje. Az a legfontosabb dolog, hogy lezárjam az önpusztítást. Mert a konfliktus aktív fázisban sorvasztok, a megoldás követő fázisban visszaépítek fájdalommal. És ebből lesznek a csont, ízület, inak, a haráncsikoltizmok programjai, a kötőszövet és zsírszövet programjai. Ez mind ide tartozik. És soha nem fáj a konfliktus aktív fázisban, de mindig fáj a megoldásban. Az agykéreg az birtok és elválasztási konfliktusokat fogja vezérelni, valamint a birtokzónán kívüli konfliktusokban mindig először sejtet bont, és utána sejtet épít az agykéreghez tartozó szövetekben ez történik. A működésváltozás az viszont a táblázatnak az alján van összefoglalva. Tehát itt mindig először gátolok, fékezek valamit, és a megoldásban ezt a féket lebontom és visszaállítom a működést. Én úgy gondolom, hogy ennyit bőven elég tudni alapszinten. Aki csak gyógyulni szeretne, az legalább tudja, hogy mi minden van, amivel még nem találkozott, vagy be tudja azonosítani, hogy te jó Isten, nekem tényleg ez meg az a bajom volt, és ez volt akkor a konfliktusom. Hú, milyen tökéletesen működik a sejtem, a szervezetem, mert megoldotta. Amikor elkezdünk bízni önmagunkban, akkor már nem lesz önleértékelési programunk. Értsük meg, hogy a testünk tökéletesen van összerakva. A mi tökéletlenségünk az, ami szétveri. Szerencsétlen biológiánk már nem tudja, hogy mire reagáljon. Van, amikor egyszerre két irányú programot adok neki. Az egyikkel emelem a vércukorszintet, a másikkal csökkentem. Mit tud tenni a túlélés érdekében? Úgy hívjuk, hogy kettes típusú diabétesz. Nos, ha valakit érdekel, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük feleslegessé, az talál ilyen címmel előadást a weblapon. És akkor jön a kérdés, hogy ha ez mindig ilyen szép és ilyen igaz, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemen? Azért nem ezt tanítják, mert ha ezt tanítanák, akkor a gyógyszerek 95%-ára nem lenne szükség. 5%-a tényleg fontos és kell, és a megfelelő időben kell alkalmazni, de a többit meg fel kell írni receptre és el kell adni. Tehát ameddig a gyógyszeripar tartja kezében az orvostudományt, addig lehet ábrándozni arról, hogy majd, ha lesz egy germán gyógytudomány kórház, majd akkor én oda elmegyek. Erre eszembe jut Demiennek a száma, hogy te csak várj, míg fel kell majd a nap. Szóval 98-ban elismerték Halmer doktor téziseit, mégpedig a Nagyszombati Egyetem vizsgálatai kapcsán. Itt Halmer doktornak sikerült elérnie azt, hogy 7 beteget a germán gyógytudomány szerint kiértékeljenek, és a végén elhangzik egy olyan összefoglaló, amit előadásokon, videóban bemutatok. A lényeg az, hogy megértsük, hogy senki, de senki még nem tudott tudományosan semmi olyat találni, ami ellentmondana mindannak, amit Halmer doktor állít. Mert a tudomány az, ami reprodukálható. Vagyis Halmer doktor tézisei, az öt természet törvény reprodukálható. Azt jelenti, hogy mindenütt ugyanúgy történik. Kínától Új-Zélandig és Ausztráliától Szibériáig az emberek halálfélelemre mindig tüdőszövet szaporulatot fognak indítani.
Itt nincsen olyan, hogy lehetséges. Itt nincs feltételes mód, mint a mai medicinában. Itt kijelentő módban hangzik el minden. Én sem voltam még akadémikus orvosként azon a szinten, hogy ezt el tudjam fogadni így egyből. Ezt a táblázatot a hátamnál 2 évig teszteltem, és rá kellett jöjjek, hogy Hámer doktornak mindig mindenben igaza van. Igaza volt, és igaza lesz. Úgyhogy, ha valakit az érdekel, hogy hogyan tudna egészségesen élni és haladni, akkor jó lesz elkezdeni foglalkozni a germánygyógy tudományon. És akkor a mai témánk ugye az alvajárás és az alvászavarok értelmezése a germánygyógy tudomány szerint. És azért mutatok itt egy ilyen alvajáró gyereket, mert az alvajárás a gyerekeknek a körében a leggyakoribb. A gyerekeknél 10-30%-ig előfordul az alvajárás, mindenkit utána néztem, felnőtteknél viszont 2%. 50 felnőttből egy, az 2%-ot jelent. Na most az alvajárás az alvásnak bármelyik fázisában előfordulhat, és ugye nem kell egész járásig sétálni, sétáig eljutni az utcán, hanem elég, ha bizonyos mozdulatok ismétlődnek, felülés, felállás, visszafekvés. De ezek a cselekvések úgy történnek, hogy aztán a beteg reggel semmire, de semmire nem emlékszik. Na, mi lehet a kiváltó tényező? Nyilván, hogy a stressz, a szorongás, és az alvás hiány, meg a fáradtság. Hát ezek azok a dolgok, amelyek teljesen lemerítik a szervezetünket, és mint ahogy Hámer doktor is mondta, hogy a daganatos beteg nem a daganatába hal bele, hanem a félelmeibe. Az állandó szorongás, félelem ugye alvás hiányhoz fog vezetni, nem fogok jól aludni, nem tudom magamat kipihenni, tehát egész nap fáradt vagyok. Ez a fajta fáradtság, ez még nem azt jelenti, hogy átmentem meg a megoldást követő fázisba, és most nyugodt vagyok, és fáradt vagyok, és gyógyulok. Nem, itt feszültségben vagyok, nem tudok aludni, és ezért vagyok fáradt. Az alvajárás tüneteként ugye mentális zavarokról beszél az akadémikus orvoslás, mert most az akadémikus megközelítéssel foglalkozunk, de elismerik, hogy bizonyos szerek szedése alvászavarhoz vezet, ilyen a klorpromazin, a perfenazin, a litium, a benzodiazepin, az amitriptilin, a zoldipem és a beta-blokkoló. Szóval kérdezem meg háziorvosát, gyógyszerészét, és ezeket a mellékhatásokat jó lenne komolyan venni, illetve ezektől az antipszichotikus szerektől jó lenne egy életre megszabadulni, mert tudnunk kell, hogy a pszichózisban két félelem áll egymással szemben, amit csak meg kellene oldani, az egyiket és megszűnne a pszichózis. De hogy erre is van már esettörténetünk, hogy ebből is meg lehet gyógyulni. Na most az alvás alatt jelentkeznek bizonyos mozgászavarok, amit kineveztünk rendellenesnek, és ezt paraszomniának nevezi a medicina, paraszomnia, vagyis para mellette van, a szomnusz meg alvást jelent. Tehát mindaz, ami az alvás mellett megjelenik, mint mozgászavar, azt nevezzük paraszomniának. Most van, aki fel kell, oda megy a hűtőszekrényhez, és álmában megeszi a hűtőszekrénynek egy részét, mármint az élelmiszernek egy részét. Van, aki autót vezet, erre is volt példa, vagy beszél álmában, válaszol is, ha szólnak hozzá, és van, aki csak felül és visszafekszik. Tehát nagyon változatos tüneteket fogunk találni a paraszomnia kapcsán. Az alva evés képét látjuk itten, amikor alszik valaki, és közben eszik, mert ilyen kimegy, fel kell, és kinyitja a hűtőt, és elkezd habzsolni. Elkezd enni olyan dolgokat, amit napközben nem ehetett meg, vagy meg volt tiltva, vagy ő önmagától ezeket a
az élelmeket eltiltotta, viszont éjszaka, ugye a vagotóniában átmegy úgymond megoldásba, és fel kell, kimegy és eszik. Ilyenkor előfordul, hogy nem csak ehető dolgokat eszik meg, hanem mondjuk nyers ételeket, amik ott vannak a hűtőszekrényben, tehát nyersen ételeket is magába tömköd, mert végre megeheti azt, amire egész nappal vágyott. Tehát a DHS olyan falat konfliktus, ami a táplálkozásban megélt korlátozás. Ugye a gyereket a felnőttek korlátozzák, a felnőttek meg önmagukat korlátozzák, és hogy mi a korlátozásnak az alapja, mennyi tévhitet élünk meg a táplálkozással kapcsolatosan, az egyszerűen elképesztő, hogy milyen divatos élelemnek kinevezett eladó szerek vannak, szóval nem akarok itten részletekben menni, mert egy élelmiszeripari mérnök, mint Réka, ebben sokkal, de sokkal pontosabb választ tudna adni. Tehát arról van szó, hogy azok a kötöttségek, amelyeket mi a táplálkozással kapcsolatban teszünk, ezek lesznek azok, amelyek korlátoznak engem abban, hogy nappal valamit is megegyek, és akkor éjszaka felkelek és megeszem. Nem győzök a levelekben kitérni arra, hogy nem attól betegedtünk meg, hogy még eddig nem fogyasztottam ezt, vagy azt, vagy az a harmadik, nem tudom, milyen étrendkiegészítőt, hanem attól betegedtem meg, hogy van egy feloldatlan konfliktusom. És nem az fog változtatni az állapotomon, ha valamit mostan kiteszek az étrendről, és olyat teszek, amit nem szeretek, de megeszem, mert éhes vagyok, hanem az fog javítani a helyzetemen, ha végre békében élek önmagammal és a világgal. Ezt lenne jó megérteni. Tehát ezek a helyzetek, amikor azt hiszük, hogy majd ha diétázok, és majd ha másképp táplálkozok, majd akkor egészséges leszek, ezek tévhitek. És ugye a C pontban benne volt, hogy a tévhitek azok, amelyek tartósan tudnak minket megbetegíteni. Többször elmondtam, és nem győzöm eleget ismételni, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Tehát az alvajáró ember az álmát, mint valóságot éli meg. Ha mozgással jár a paraszomnia, akkor az egyén visszatér az ágyába, és reggel semmire sem emlékszik. De a járáshoz, az alva járáshoz kell legyen egy járáshoz kötött konfliktus. Logikus, ugye? Tehát az első DHS mindenképpen arról szól, hogy a járással kapcsolatos konfliktust éltem meg, és vajon mit? Pontosan azt, hogy rossz úton járok, vagy rossz helyen vagyok, vagy nem azt teszem, amit tennem kéne. Ha megnézzük az ezzel kapcsolatos webkonferenciát, akkor megértjük részleteiben, hogy mi mindent tudunk mi így megélni. A lényeg az, hogy a biológia számára ez a program azt jelenti, hogy le kell engem állítson, mert ha tovább is ebben maradok, akkor ez az életembe kerül. És ezért történnek meg azok a hormonális változások, amelyek érintik a mellékvesek érget. De miért nem lesz az alvajáró embernek kifejezetten erős mellékvese kéreg programja, tehát csökkent kortizol szintje? Azért, mert éjszaka mindig megoldja. Nappal megéli, éjszaka megoldja. Tehát itt van a kulcsa a dolognak, a policiklikus lefolyás lesz az, ami
nem engedi, hogy megjelenjenek olyan súlyos tünetek, mint amikor folyamatosan konfliktus aktív fázisban maradok. Szóval, ha rossz úton járok nappal, akkor éjszaka a vagotóniában elindulok, hogy kilépjek belőle, vagy megkeressem a helyes utat. Ez az egyik történet. Na de, van egy olyan is, hogy igen mélyen alszok, és fel se tudok ébredni, és azt tudjuk az elválasztási konfliktusokból, hogy az absence az a helyzet, amikor így elvesztem a kapcsolatot a külvilággal. És az elválasztási konfliktusnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közelebb jöjjön hozzám, és itt pont azt érem meg, hogy el innen, de mielőbb. Tehát el szeretnék szakadni ettől a helyzettől. És mivel a rossz úton járok programot élem meg, ezért nem lesz éjszaka epilepsziás görcsrohamom. Mert ha csak annyit élnék meg, hogy el innen, de mielőbb, akkor éjjel epilepsziás görcsrohamom lenne. De így a rossz úton járokkal meg akarom keresni a jó utat. Fantasztikus ez a biológia, én úgy gondolom, hogy nem csak én vagyok beleesve, és nem csak én szeretem, hanem mindenki, aki itt van és hallgatja ezt a webkonferenciát is. Tehát mi vezette el ide? Mert ezzel kéne foglalkozni, és ezt kéne megoldani. Az, hogy nem vagyunk őszinték önmagunkhoz, és nem azt tesszük, amit kéne, hanem amit elvárnak tőlünk. Ezért fordul elő a gyerekeknél akár 30%-os gyakorisággal is, mert a gyerek meg akar felelni a szülőnek. Miért? Hogy szeressék. Hogy elfogadják őt. Tehát amikor valaki nagyon neveli idézőjelben a gyerekét, és nem hajlandó megfigyelni a gyermekének az adottságait, tehetségeit, a jellegzetességeit, a specialitásait, akkor azt hiszi, hogy van 5 gyereke, és mind az 5-öt ugyanúgy kell nevelni. Ez nem jön be. Ez bejön egynél, maximum 2-nél, de a másik 3-nál már nem fog bejönni ugyanaz a módszer. Tehát drága anyukák, akiknek több gyereke van, az több figyelmet igényel, és nem lehet minden gyereket ugyanúgy nevelni, mint az az előttét. Főleg, ha az egyik jobbkezes és a másik balkezes. Tehát a gyermek viselkedési mintát másol. Ezt jegyezzük meg. Nem öröklünk betegségeket, csak másolunk viselkedési mintákat, és ennek leg lesznek a következményei. A felnőtt emberre is ugyanez jellemző, hogy állarcokat viselünk. És azt tesszük, amit elvárnak tőlünk. Nem merünk őszinték lenni. És éjszaka pedig ezt a alvajárásba oldjuk meg azt, amit nappal nem tudtunk megtenni. Besorozott katonáknál figyelték meg azt, hogy az első este fordul elő a leggyakrabban az, hogy a ifjú baka fölkel és megy ki a kaszárnyából, és közben alszik. Az iskolaotthonokban ugyanez a helyzet. A kollégiumokba kerülő fiataloknál is gyakori az alvajárás. Tehát ezeket a dolgokat, ha már leírják, még az akadémikus medicinában is, akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy mi a programnak a lényege. Az, hogy rossz úton járok, és el innen, de mielőbb. Vannak agresszív alvajárók, de aláhúzom, igen ritka eset. Az ilyen dolgok, abból szoktak nagy szenzációt csinálni, de nagyon ritka az, hogy valaki éjszaka álmában folytogassa a feleségét. Szóval ezek a legritkább dolgok. Az agresszív alvajárónak van egy agresszív konstellációja, nyilvánvaló, de ha ő egész nap minden erejével elfolyt minden agresszivitást, akkor mikor fog fellépni? Éjszaka álmában. És az agresszív konstellációhoz, amint tudjuk, kell egy identitáskonfliktus, és kell egy birtokbosszankodás. Persze balkezesnél fordított a helyzet, de ezekben most nem megyek bele. Tessenek megnézni a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményét, és akkor ott ezzel is fogunk találkozni. Aztán van egy nagyon gyakori dolog viszont, az a fogcsikorgatás vagy bruxizmus. Kérem szépen, ez gyakoribb, mint gondolnánk, a fogorvosok tudják leginkább, hogy
gyakorlatilag a rágó felületét a fogaknak ezek az emberek ledörzsölik, lerágják éjszaka, csikorgatnak, kattogtatják a fogukat, az állkapcsukat, és azzal jár, ha mondjuk valakinek műfogak vannak beépítve, hogy 2 évente cserélgetheti a fogát, mert idézőjelben megeszi a fogait. Ez csak a visszafogott düh miatt fordul elő. Találtam egy ilyen megjegyzést, hogy Matthias Böntert, a Müncheni Egyetem Klinika Alvástudományi Specialistája olyan esetről is tud, ez is egy extrém történet, hogy egy hölgy 50 kilométert vezetett holdkóros állapotban, és mindez balesetmentesen történt meg. Igen, mert kérem szépen, a vezetés az egy reflex. Az már annyira reflexzerűen tudunk vezetni, hogy hihetetlen. És az igaz, hogy külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy nem célirányosak az alvajárónak a cselekedetei és a mozdulatai, és hogy rutin tevékenységeket végeznek, de erről szerintem őket kéne megkérdezni, hogy mi az, amit ő valójában álmában megoldani kívánt. Az éjszakai ágybavizelés, az enuresis nocturna is ide tartozik, mint alvászavar, ugye, ha éjjel bepisilünk. Itt dupla területjelölési konfliktusról beszélünk, itt látjuk a két oldalt a két bekarikázott relét, mind a kettő a területjelölési konfliktusnak a becsapódási helye. A lényeg az, hogy egy gyereknek az anyjával kapcsolatosan is megvan, és partner oldalon is megvan a konfliktusa. Na akkor mi az, hogy anya, és mi az, hogy partner? A partner mindenki, aki a világon él, kivéve anyámat és a gyerekemet, meg önmagamat. A partner oldali tünetek jobbkezesnél jobboldali, balkezesnél baloldali tüneteket okoznak testi szinten. Itt most nem a bevizelésről beszélek. Az anya-gyerek önmagam konfliktusok pedig jobbkezesnek balkezesnek jobb oldalra fognak ilyen tüneteket okozni. És akkor itt még beszélhetek a pályák kereszteződéséről, és hogy melyik relé hol található, de nem megyünk bele ilyen részletekbe, mert egy anyukának, akinek a gyermeke éjszakánként bepisil, az a legfontosabb, hogy hogyan tudná ezt megoldani, vagy nem. Szóval az a lényeg ennek, legalább anyai oldalon, legalább az anyai oldalon a konfliktus zárjuk le. És a gyereknek a nevelését idézőjelben. A gyerek azért akarja területét kijelölni, mert nincs területe, mert mindig beleszólnak a dolgaiba, nincs egy hely, ahol ő nyugodtan játszhat, ahol nem zavarják, stb. A terület kijelölését biológiailag mindenki, ember, mackó, kutya, macska vizelettel végzi el. A vizelettel a terület szélét jelöljük ki, hogy eddig és ne tovább. Ne szóljatok bele a dolgaimba. És amikor anyuka is nevelni akarja azt a gyereket, meg még valaki más a családból, és ez lehet a nővére, lehet az apja, a nagymama, az óvónéni, tanítónéni, bárki más, akkor ez a dupla területkijelölési konfliktus lesz az, ami elvezet az éjszakai bevizeléshez. Volt rá esettörténetünk, hogy mikor anyuka megengedte a gyereknek, hogy egy banános ládába beüljön a múzeumnak elkészített házban, és ott ő azt csinálhatott, amit akart, akkor ez a gyerek, kérem, ha jól emlékszem, tehát 8 órát ült abban a ládában, nem evett, nem ivott, nem pisírt, nem kakált. Végre nyugalma volt, mert meg volt mondva, hogy ott, ha beül a ládába, akkor ott nem lehet a gyereket nevelni. Szóval volna miről beszélni. Vannak éjszakai felriadások és felrettenések, amikor az ágyban a beteg felül sikoltozik, kiabál, időnként kiugrik az ágyból, aztán visszafekszik. Most ezek nagyon színes és többféle elnevezéssel is illetett történetek, REM-fázisos dolgok, meg egyebek. A lényeg az, hogy a
felriadása után a beteg visszafekszik és alszik tovább, mintha mi sem történt volna. Reggel pedig nem emlékszik az éjszakai kalandokra. Hát vajon mitől retten fel éjszaka valaki? Hát, nyilván egy megoldatlan nappali problémától, mert nem feküdt lent békével, nem zárta le még éberen magában ezeket a dolgokat, és ezért kellene komolyan venni, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ezért kellene ezeket a félelmeket tudatosítani és lezárni. Na most az is egy lényeges dolog volna, hogy végre ne az agyunk, hanem a szívünk vezérelje az életünket, és megkeresnénk annak a módját, hogy hogyan éljünk békében önmagunkkal és a világgal. Ez volna a legfontosabb dolog, és akkor nem lenne szükségünk a germán gyógytudományra sem. Hallgatni kéne a más studentem mégjent, mégpedig éjszaka folyamatosan, azért, hogy az álmunkban a konfliktus recidivákat ne éljük meg, mert a más studenten mégjent megakadályozza, hogy álmunkban konfliktus recidivákat éljük meg. Hát aki megnézte az erről szóló előadást, azt tudja. Akinek megvan már tőlem az eredeti más studentem mégjent, az remélem hallgatja, bár derültek ki itten furcsaságok, hogy a dallam megvan, de nem hallgatjuk, mert, és jöttek a kifogások. Kérem szépen, engem nem érdekelnek a kifogások. Nem érdekel, hogy ki miért nem tudja megoldani azt, hogy folyamatosan szóljon a más studentem mégjent. Kap ajándékba egy csodálatos 24 órás asszisztenst, és nem hajlandó vele foglalkozni csak napi egy órát, vagy annyit sem. Hát akkor annyi haszna lesz. A többi nem az én feladatom. Nekem az a feladatom, hogy hintsem a magvakat. A jó talajban hull százszoros termést hoz. Van olyan, hogy narkolepszia, vagyis ez az ember nem tudja kontrollálni, hogy mikor legyen ébren, és mikor aludjon el. Egyszerűen bármikor, akár evés közben, séta közben, vagy autóvezetés közben is elaludhat, ezzel hatalmas balesetet okozva. És nagyon gyakran változnak az elalvási és ébrenléti fázisok, és akkor 2-3 órát ébren van, utána megint jön az álmosság. Kérem szépen, túlhajszoltság. Túlhajszoltság. Ezt kellene végre leállítani, mert ameddig ezzel nem foglalkozunk, addig ez a helyzet fönn fog állni. Éjjel alvási apnoék jelentkeznek, amiről ő nem tud, ugye, mert itt akkor a rekeszizom görcse lép föl, és azért nem vesz levegőt, csak a párja mellette halálra rémül, hogy meghalt a párja, és megrázza, és akkor utána elkezd megint szuszogni. És már vannak alváscentrumok, meg alvásvizsgálat, meg egyebek, de nem elég csak vizsgálgatni, hanem a valós okokkal is kéne foglalkozni. Én így gondolom. Az alvási paralízis, vagy bénultság is egy érdekes történet, mert ez vagy az elalvás előtt, vagy felébredés után történik, nyitott szemmel mozdulatlanul fekszik a beteg, és megszólalni nem tud. Látjuk, hogy ébren van, de is nem tud megmozdulni, megszólalni. Miért? Mert rémületfélelmet élt meg. Ugye a rémületfélelem elakasztja a hangon, és arra késztet, hogy halottnak tettessem magamat, ez a legjobb trükk a biológiában, automatikusan ezt csinálják az állatok is, amikor valami nagy félelem éri őket. És hát most kérdés az, hogy kinek mitől van rémület félelme este lefekvéskor. Miket lát, miket hall, lehet, hogy hallucinációi vannak, konstellált állapotban van, vagy lehet, hogy tényleg lát valamit, amit a többiek nem látnak, mert nem csak 400 és 700 nanométer hullámhosszok között látja a világot, hanem egy kicsit tágabb frekvenciasávon, és az éppenséggel nem a leggyönyörűbb látvány. Úgyhogy a tisztánlátáshoz nem az kell, hogy én a valóság 100%-át lássam, a tisztánlátáshoz az kell, hogy félelem nélkül lássam a világot, és akkor azt látom, ami valójában van. Tehát mit kéne tenni, le kéne zárni ezt a hatalmas félelmet, vagy ki kéne lépni abból a pokolból, amiben élünk. Mindenki döntse el, hogy mi a feladata. Aztán itt van a leggyakoribb dolog, az álmatlanság, vagy inszomnia.
rengetegen panaszkodnak erről, tehát, hogy elalszik és felébred, és nem tud visszaaludni, és gyorsan, gyorsan ver a szíve, és leizzad, és magasabb vérnyomása, stb. Kérem szépen, van, aki kilométereket gyűjt, meg van, aki konfliktusokat gyűjt. A DHS, amikor rengeteg feloldatlan konfliktuson van, akkor nyilván, hogy éjjel-nappal a konfliktusokon agyalva, és az agyunkban élve, mit fog ez eredményezni? Hát az, hogy nem tudok elaludni, és álmatlanság fog gyötörni. Mondok egy egyszerű példát, na kérem, mi lesz, ha nem vásárolhatok majd, mert nem vagyok beoltva? Könyörgök, én jól érzem magam attól, hogy nem vagyok beoltva. És meg fogom oldani, ha nem megyek be én a vásárlásért vásárolni, akkor bemegy más. Vagy kihozatom futárszolgálattal a kaját. Vagy felkapálom a fűvel, a füvesített kertemet, és elkezdek magam számára élelmet előállítani. És nem kifogásokat keresek, hanem megoldásokat keresek. Tehát ez csak egy félelem a sokból, ami aztán még nincs itt, de jövőre kivetítem. És tudjuk, hogy a vágyainkkal megteremtjük azt, amire vágyunk. A félelmeinkkel meg megteremtjük azt, amitől félünk. Na, akkor most kérdem én, mivel érdemes foglalkozni? A vágyainkkal vagy a félelmeinkkel? Félelmeket mindig diktálja az agy. Annak az a feladata, hogy mondja, hogy mitől kell még félni. Mik szükséges ahhoz, hogy biztonságban legyünk? Az egyetlen biztos dolog, kérem, a bizonytalanság, jó lenne megnyugodni. Viszont azért vagyunk, hogy ezt folyamatosan mindig abban a pillanatban meg is oldjuk. Na, kezdetben jönnek az elalvási felébredési zavarok, aztán ez, mikor már hónapok óta fennáll, akkor elvezet a teljes kimerüléshez, végül kóma. Tehát én nem tudom megérteni, hogy amikor választhatok abból, hogy élek vagy félek, akkor miért a félelmet választom? Miért? Mert azonosultam a biológiai testemmel és annak szükségleteivel. Csak a biológiai testem hiszi azt, hogy meg fog halni. Szóval jó lenne fölébredni. A megelőzés és terápiás lehetőségek nagyon, de nagyon gazdagok. Az első és legfontosabb dolog az öt természettörvénynek az ismerete. Én már említettem, hogy már az ötödik természettörvény ismerete meg kéne nyugtasson bennünket, hogy bármilyen zajos tüneteink is vannak, azok értünk történnek, és nem ellenünk. Vagy vannak a vele született eszközeink ahhoz, hogy életben maradjunk, csak éppen nem kéne lemeríteni félelmekkel az eszköztárat, meg az energiaforrásainkat feleslegesen elindított félelmekkel, hanem meg kellene nyugodnunk. Aki nyugodt és megfelelően táplálkozik, már úgy értve, hogy nem mérgeket eszik, akkor, és meg nincsen hiány táplálkozása, nincsenek félelmei a táplálkozással kapcsolatban, akkor az nincs itől félnie. Mi vagyunk úgy találva, hogy ezeket a dolgokat megoldjuk. Na most, ha ismerem már a germán gyógytudománynak a programjait, megnéztem néhány webkonferencia anyagot, akkor a kérdés csak az, hogy mikor fogom elindítani magamnak azt a programot, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Nem akarjuk elhinni, hogy ez a régi, nem tőlem származó javaslat, ez milyen fantasztikus eredményekhez vezetne. Amikor meg jönnek tünetek, akkor végre örülni kéne a gyógyulásnak, és nem elindítani következmény konfliktusokat. Tényleg a germán gyógytudomány ismerete megadja a nyugalmat és a biztonságot. Most a megértést, a megoldást és a megelőzést a germán gyógytudomány ismerete jelenti számunkra, mert tudjuk jól, hogy ezek az úgynevezett betegségek fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól függ. Ennyi. A sínek segítenek megtalálni a konfliktust, lezártam a konfliktust, és onnantól kezdve minden rendben van. Vagyis mi okozza a problémát? A fel nem oldott konfliktusok. A fel nem oldott félelmek. Ezek okozzák a problémát, és ha ezeket megtaláljuk, akkor nyilván nem kell a következményeket kezelni egy életen át.
A germán gyógytudomány valóban tudomány, ne felejtjük el, mert, mint mondtam, reprodukálható. Ezen kívül összehasonlítható és előrejelezhető. De ha nem zárom le érzelmileg mindazt, amit megéltem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. És erre is rengeteg példát tudok mondani. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és a kérdéseket írjuk be a chatmezőbe.